Pillanatokon belül elkezdődik, tehát a 10 menetesre kiírt kis váltósúlyú magyar bajnoki címmérkőzés. A fekete nadrágban zárt Görbics Gábor, világos kékben ifjabb Mizsei György. Nézzük tehát a találkozót. Egyelőre Görbics az, aki megpróbál támadólag fellépni, ő az, aki... Igen, és volt egy rögtön nagyon szép balegyenest, amit ütött Görbics, amit talán még talált is. Mizsei pedig azonnal próbálja biztonságos távot fölvenni Görbicssel szemben. Nem lesz könnyű dolga Mizsei Gyurinak egyébként, mert Görbics egy kőkemény fiú. Igen, viszont szép volt, ezek a balegyenesekkel meg tudja távol tudja tartani, és igazából ez az elsődleges szándék itt a mérkőzés első felében és első mertek, mert én azt gondolom, hogy a taktika szerintem az lenne, hogy kicsit távol tartani és megpróbálni ezt a mérkőzést megnyerni a második felében, amikor már esetleg Görbics fiúval fáradtabb. Már erre nem nagyon apelálhat, mert a Görbics nagyon jó fizikai állapotban volt mindig, meg van is mindig, én azt gondolom az összes mérkőzésén, amit láttam. Nagyon lelkiismeretes. Így van, nagyon sokat tetszik, úgyhogy nagyon komoly harcos tiszteltünk a személyében. Igen, és egyébként nagyon érdekes, tegnap Görbics Gábor azt mondta, hogy ő nem nagyon tud semmit egyébként erről a Mizsei Gyuriról, de egy szimpatikus fiú. Ez biztos, hogy nem így van, hiszen próbált testen nem is keveset ütni. Ez viszont nagyon szép testütéseket láthatunk tőle. Ez egyik gyengéje egyébként Gyurinak a testütések. Tehát hát igen, a magasságából adódóan a magasság az valahol előny is, nem viszont ezek a testütések azért le tudják lassítani. Na most egy picit át megváltozott a helyzet is, most a Gyuri megy előre, és Gábor hátrá, de... Az egyébként Mizsainek annyira nem fekszik, inkább kontrabúnyó saját bevallása szerint, de hát nyilván, hogyha nincs más választás, akkor menni kell. Egy ökövi vannak, mindent tudni kell. Ez viszont nagyon szép balegyenes volt, és nagyon jó taktikusan most, hogy közel maradt, le is fogta. Hirtelen. Hoppá. Picit eldobta Mizsai ezt a hátsókezest. Vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy Görbics nagyon jó ütemben húzta le a fejét. Igen, és aztán utána meg is fogta egy picit Görbicsnek a kezét. De a Görbics nagyon szépen csinálja. Tehát ez hűzi, hajtja, néha hátra mozog, néha előre. Egy egész jó első menetet látunk, hogy próbálgatják az ökövivók, hogy mi is lenne az a... Hoppá. Igen, és hát tehát tényleg két jó bunyósról van szó, de azt hiszem, hogy ez látszik. Hoppá, ez viszont gyönyörű jobb két volt Görbicstől. Nagyon szépen, tehát bajban van Mizsai érzésem. Igen, és ezt érezte is, és próbálj megfogni egy picit. Most ez is találta Görbics. Igen, testen, fejen és most... Azért azt el kell mondani, hogy fizikailag én azt gondolom, hogy Görbics sokkal jobb fizikai állapotban van, és most azért talált is jobb kézzel is, úgyhogy ez nagyon... Most azért ezt látszik. Hú, ez szép válaszolgatni, Mizsai, viszont ez az mély volt érzésem szerint, igen. Bizony. Hiába intett ki Görbics Gábor. A mérkőzés vezető, igen. Azonban megkezdi a számolást. Ez egy nagyon érdekes szituáció, érzésem szerint ez övvonal alá csúszott, nem tud fölállni Mizsai. Számolás ellenére 5 perc pihenőt engedélyez a mérkőzés vezető. Akkor a szabály, meg kell számolni 10 másodperc, meg kell számolnia, és akkor utána még van 5 perc, és meg is intik a Görbicset. Így van, Görbicstől egy pont levonás tehát. Mizsai Györgynek pont pedig... már 5 másodperc van hát, azt szerintem nagyon itt a végén. Úgy látszik, hogy Mizsai György tudja folytatni a mérkőzést, igen, így van jelzés Dőri Miklós mérkőzésvezetőnek, mehet tehát tovább a csata, és azonnal megpróbálja kihasználni Görbics Gábor azt, hogy nem volt azért teljesen egybe itt Mizsai Gyuri, itt a vége az első menetnek. Általában ezek nagyon gyorsan elszoktak az emberek. Na nézzük tehát a folytatást. Igen, ezek a Mizsainek, ezek a nagyon szép balegyenesekkel távol tartani, és ezekkel tényleg ezek a testütések is, ez a bunyó kell. De Mizsainek folyamatosan, tehát a balkéznek tényleg folyamatosan járni kell, ahogy te is említetted, mert egyébként a Görbics megint akkor nagyon szigorú Görbics Gábor, és folyamatosan üti a testeket, fejeket. Igen, és most azt gondolom, hogy a Görbics azt teljesen elhatározta, hogy ez most nem mély ütés volt, hanem testütés. És ő ezt így be, és úgy is gondolja, ezért elindított rögtön egy-két nagy támadást testre. Igen, ezek a, és több bal egyenes, több bal jobb egyenes kellene ütnie a Gyurinak. Ez. Nagyon szép.
Igen, viszont azt azért lehet érezni, hogy kinek mekkora az ütőereje, tehát hogy mennyire viseli meg Mizsait egy ilyen ütés, és mennyire viseli meg Görbicset egy ilyen ütés, nyilván azért ez is egy befolyásoló tényező. Igen, hát de mivel ökölvűesről van szó, akár így is meg lehet mérni, nyerni mérkőzések, hiszen nagyon jó lába van, és ezekkel azért nagyon, ez a hangsúlyos ütések, tehát azért megállítják ezek a Görbicset. Igaz, hogy nem tesznek benne olyan nagy kárt, de mondjuk ez a jobb horog, ez most ez egy nagyon kemény ütés volt, amit ő is eltérítette, tudta téríteni a szándékától. És ezek Mizsai pillanatai. Igen, mindenféleképpen ez itt teljesen. Igen, nagyon szépen talában egyenesek, most három bal egyenes is talált egymás után. Igen, és amit te is mondtál arra, még egy picit reagálva, hogy Mizsai Gyuri idézőjelben pötyögött már ki nagy ütőt egyébként, pályafutása során 12 menetben egyébként. Megint testen próbálkozott Görbics. Igen, meg Görbicsnek tehát az mindenféleképpen testen kell lelassítania, hogy ne tudja nem elmozogni. Opa, ez gyönyörű volt. Viszont a válasz is nagyon szép volt. Úgyhogy Mizsai Gyuri, azt gondolom, hogy nagyon jó ütővű az ökölvása, mindent tud, amit csak lehet. És ezek nagyon szépek, ezek a balegyenesek, ezekkel meg tudja állítani. Opa, ez gyönyörű volt. Aztán egy szóló elcsókezessel is megpróbálkozik, igen, Mizsai Gyuri. Egyébként két nagyon eltérő harcmódot látunk, azért a Görbics egy igazi, hogy tényleg harcos. Azért nem mondom, hogy kövű van, mert más sportokban is regekkel. És hú, ez viszont nagyon gyönyörű hátsó kéz volt. Egyébként, amit a Mizsai Gyuri nagyon jól levédett még a vállával, tehát csak nem félig találta, igen. És vissza is támogat. De úgy látom, hogy a Gyuri meggondolta magát, és azt mondja, hogy most a mai este nagyon fog harcolni. Igen, abszolút felvette ezt a bunyót, úgyhogy ez a kezdeti fizikai fölény, ez... Ebben nem akarom elmondani, igen, de most igen. Ez egy picit nekem eltűnt. Igen, abszolút. Úgyhogy ő abszolút felszívta magát itt a másodikban, sőt azt gondolom, hogy ezt te is vitte ezt a menetet. Én úgy gondolom, hogy ugyan még csak 6 perc telt el ebből a mérkőzésből, de szerintem egyértelműen kijelenthetjük, hogy méltó a magyar bajnoki címhez ez a mérkőzés. Így van, tehát hogy ez igen, egy nagyon jó, tehát nagyon jó mérkőzés látható. Addig még voltak kritikák megfogalmazva a többi mérkőzéssel kapcsolatban, most azt gondolom, hogy mind a Görbics, mind. És most igen, a Görbics meg itt az első, így van, a Görbics most itt az első pillanatokban, bocsánat, így folytatva, nagyon elindult megint. Próbálja az első most, hoppá, ez viszont... Ez viszont a Görbicsnek az első pillanat, hogy meglepte most a Mizsai Gyurit. Szép. Te is mondtad, a stílusok csatája, és tényleg ez a kérdés, hogy ki az, aki jobban el tudja erőltetni az akaratát a másikra. Egyelőre ebben döntetlenre állnak, ugye első menet inkább Görbics, de hát ott volt egy pontlevonás, ne igen, azt nem vitte el azt a menetet sajnos a... Tehát ez nem lehetett. Az előző menet, én azt gondolom, hogy a Gyuri jó volt mindenféleképpen. Most itt az első pillanatokban volt egy-két ütés a Görbicsnek, de most megint felvetik ugyanazt, mint az előző menetben. Görbics Gábor egyébként egy türelmes bunyós. Hát igen, idő az van még, hiszen ez csak a harmadik menet, tehát hoppá, ez viszont gyönyörű visszaszólás volt. Igen, hát ez nagyon jól tudja egyébként Mizsai Gyuri, és ezért is mondják nagyon sokan, hogy született tehetség egyébként. Hát az édesapjáról azért azt gondolom, igen. Hogy aki, azért a Mizsai Gyuri név az sokat mond az ökölvűvel szeretőknek, hiszen az ökölvűvők egyik, aki tényleg Kubait is vert, tehát ugye azért ő egy nagyon nagy név az ökölvűvásban. És tényleg egy nagyon jó, és látszik a fián is, tehát nagyon sokan mindent örökött. ez viszont most, ez most itt be volt, elég türelmes volt a Görbics Gabi, hogy be tudjon vinni egy elég komoly támadást. Igen, testen is azért mind a ketten elég szép számmal akcióznak. Azt tetszik benne, hogy a Mizsai Gyuri nem ijedt meg a Görbicstől, ettől a fizikai erőtől, hanem ezt felveszi és visszatámad, és néha el is tűnik az a fizikai fölény, persze nem mindig, mert most is ezért látszott, hogy azért, de ő is elgondolkodtatja a Görbicset ezek a nagy támadások elindításán. Tehát, hogy milyen legyen. Most azt gondolom, hogy ez a Görbicsnek a pillanatai, de... Igen, és most kapaszkodik is egyet Mizsai. Igen. Talán az első ilyen egyébként ezen a mérkőzésen. Igen, amikor nagyon ráfogott igen. Messziről. Viszont azonnal próbált egyébként kapaszkodás után ütéssel válaszolni Mizsai, tehát itt tényleg nem akarja egy fél lépéssel sem elengedni egyik fél a másikat. Igen, azt gondolom, lehet, hogy ez csak egy taktikai dolog is volt, hogy megfogja, és akkor utána ráüt. Hoppá, viszont ez gyönyörű. Az megint lecsúszott, így megint, van. Viszont ez megint mély volt.
Igen, és mivel ugye Görbics gyakorlatilag minden ütését megrángatja, ezért benne van, hogy megint egy olyan mély ütés lesz. Igen, és elég, mivel a magasságközönség nagy közöttük, tehát ez még nem is szerintem biztos, hogy nem szándékos. Biztos, hogy nem, így van, ez teljesen egyértelmű, vége a harmadik menetnek. Most az intés miatt még azt gondolom, hogy a Vizsei Gyuri van előnyben, de ez nagyon gyorsan el is fogyhat. Úgy kezdődik ez a menet, mint az előző, megpróbál bekezdeni Görbics. Igyekszik Mizsely ezt nem engedni azonban, és nagyon bátran határozottan próbálja föltartóztatni. Igen, és most szinte talált annyit, mint ezek a nagy találatokkal. Oppa, és gyönyörű, szép test. Érdekes, hogy amikor idézőjelben engedi Görbics azt, hogy Mizsely akciózzon, akkor Mizsely nagy százalékban találhat egyébként, tehát amikor igen, nem ő a másodszándékú. Igen, és ezek azért fedezékre lettek ütve. Oppa, oppa, oppa. Nagyon sportszerűen visszahúzta a kezét Görbics. Igen, és megint mondhatnánk, Houston, baj van. Elvesztettük a repülőt. Oppa, ez is szép. Ez viszont nagyon kemény testütés volt. Szilyeneket viszont nagyon figyelnie kell a Gyurinak, mert ezeket nagyon jó ütő. Oppá, viszont de ugyanúgy vissza meg is kapta. Törlesztett. Oppá. Nagyon szépen találtál sok kézzel. És most megint új és föl, test, fej. Ez is mindenféleképpen a Görbics pillanata volt. De egyébként nagyon furcsa, mert olyan kiegyenített a mérkőzés, mert hiába vannak ezek a nagy rohamai, ettől függetlenül nagyon sok tiszta ütés beszed. Igen. Testen próbálkozott megint Mizsei. De nagyon, nagyon sok testet ütnek mind a kettő, és most találnak igen, mind a ketten. A Mizsely Gyuri megállt. Igen, kőkeményen visszaütött. Igen. Kemény fiú. Nagyon. És nagyon érdekes, hogy egyébként felütéssel próbált válaszolni, tehát, hogy azért megpróbálta visszaadni azt, amit kapott Görbics Gábortól. Nézésem szerint ez a menet eddig inkább Görbicsi egyébként tette a figyelmet. Viszont nagyon sokat levédett a Gyuri. Igen. Nagyon sok kéz, most is azért találgat. Igen. Talán ilyenkor a ring dominancia esetleg, ami még szóba jöhet. De ugye egyébként pedig ott a kötélnél megállt és visszaütött, tehát nem az volt, hogy fogásba menekült, hanem ezek a volt két-három találta a Görbicsnek, és nagyon keményen megválaszolt azokat. Tehát, hogy bíráskodnom kéne, akkor azt mondanám, hogy még mindig ilyen döntetlennek látom én ezt. De... Tempóból nagyon szépen vissza. Igen. Akciózni Mizsely. Szép volt, kézzel. Lehetett valami Gyugyó bácsitól, mondta a Mizseinek, hogy ne állj meg egy pillanatra sem. Egy lelkes szurkolója. Igen. Na nézzük. Tehát a mérkőzést. Igen, ezek nagyon szépek, ezek a balegyenesek. Amikor megmuzdul a Görbics és beleüti ezeket a balegyeneseket, akkor rendre meg tudja állítani az ő támadását. Ha nem találja a balegyenessel, akkor viszont akkor Görbics el tud indulni. Szóval ezeket meg viszont levédi. És nagyon jól védekezik egyébként Mizsely, igen. Na most ez azt tényleg, hogy a pontozókban mennyit hagy ezek az ütések, mert ezek nem tiszta ütések, mert ezeket nagy százalékot levédi a Gyuri. De majd kíváncsi leszek a pontozásnak, a mérkőzésnek erre a felére is, hogy ezeket a meneteket hozották. Szóval ezek a balegyenesek, ezek rengde találnak és megállítják Mondjuk most nem állították meg a támadást, de általában igen. Az esetek nagy többségében viszont valóban így van. Igen, hát ahogy te is mondod, érdekes, ugye ilyenkor azért már szóba jöhet a pontozói felfogás, hogy mi az, amit jobban értékelnek a bírók. Ez egy nagyon szép baljövegyenes volt, amit egyébként a Görbics levédett. Igen, de Mizsely is érzi, hogy ugye te is mondtad az imént, hogy az nem elég, hogyha csak kontrázgat és jól védekezik, és meg is próbálja mutatni azt, hogy ő is tud nyomást gyakorolni, ő is próbál első szándékból is akciózgatni, és igen, és ez nagyon jó kis egyébként, nagyon jó, hoppá, most is nagyon szép volt, 3-4 ütést elhelyezett a Görbicsen, és akkor, amikor a Gyuri megy előre és tényleg üt, akkor valóban előnyben is van.
Viszont Görbis nagyon, nagyon szigorú pali, hogyha lehet ezt így mondani. Igen, tehát egyáltalán nem elég ijesztőnek is néz ki mindenféleképpen. Viszont most a Gyuri megint talált egy nagyon szépet, ez mindenféleképpen itt most nagyon sok ütéssel talált a Gyuri. Úgyhogy... Az viszont most nagyon tisztán. Viszont ezt sem talált, hanem melkason vágta. Igen, igen. De nem melkason vágta, tehát nem fej, de egyszer függetlenül a pontozó bírókban ezek mind megmaradnak. Gyuri bácsitól hallítszik, hogy a Gyurinak mondja, hogy ne lépjen hátra két-három találat után. Hoppá, ez viszont nagyon szép elhajlás volt. És ennek nagyon jó a tempó érzéke egyébként, tehát abban a pillanatban, ahogy egy picit is előre próbálna mozdulni, Görbics azért próbál beleütögetni. Sol védekezik, továbbra is. Igen, és egyszer elmozog, megüti, és most ebben a menetben nagyon kevésszer tudta szerintem Görbics is megütni. Végé is a menetnek, tehát hogyha itt nem csinál valami óriási hajrát, ez is kézre ment, akkor ez a menet nagyon simán elvitte, azt gondolom, és egy. Na nézzük a második fél időt, hogy lehet ezt így mondani így futballista nyelven. Igen, és most ugyanúgy kezdődik Mizsely üti a bal egyeneseket, és próbálja megállítani. Egyre inkább kezd nekem ez a mérkőzés egy picit Mizsely Gyuri Nagy István elleni csatájára emlékeztetni, ott is nagyjából egyébként egy hasonló feladatot kellett megoldani, bocsánat. Volt egy, bocsánat, azért szóltam be, hogy ott volt egy nagy Görbics felütés, ami lehet, egy picit azért csatant nagyot, mert tenyeres volt, de ezek a bal egyenesek nagyon szépek, ezek a mérkőzéseket lehet nyerni egyébként. Most nem volt a legjobb megoldás, mint igen, ez rossz megoldás választott, viszont volt egy gyönyörű balhorog, amit visszaválasztott, tehát ez szabálytalan, és azért szólni is kell, mert ugye megfogja a fejét és kitartja. Hoppá, hoppá! Az... Le is fejelte. Összefejeltek. Szét is fejelt a Görbics, úgy néz ki. Így van, bizony ott egy sérülés. Mizsely György bal szeme, hogyha jól látom. Bal szemén is sérült, meg pont nem fordul úgy Mizsely Gyuri, hogy lássam. Nem lehetett látni, nem látszott, de ott látszott, hogy volt ütés is egyébként, tehát meg lendület is. Az lendület. Magas sérülés, az koccanás, igen, az szinte biztos. Itt most arra gondoltam, hogy Görbics Gabi letérdelt, tehát, hogy volt a ütés is, meg lendület is, nem számolt egyébként a mérkőzés vezető. Nézzük, hogy mennyire csúnya. Hát nem tenne jót ennek a mérkőzésnek, hogyha így érne véget. Nagyon-nagyon nem érdemelné meg ez a csata. De tovább lehet tovább a csata, így igen. Van. Dr. Hódosi Gáborok tovább engedni a küzdelmet. Kérdés, hogy meddig mehet egyébként ezzel a sírra is tovább? Kicsit olyan egyébként, mint sír az Olié volt az előző igen, elég szép mérkőzésen. Ha most itt egy kicsit ezt fölpaprikázta. Igen, ez igen. Igen, nem biztos, hogy sokáig fog menni ez a meccs egyébként. Igen, de nagyon csúnyán vérzik. Nem tudom, hogy egyébként hogy érezhetik a fiúk, hogy kinél van az előny, ki van a hátrányban. Szerintem itt nehéz. Na, megint. Megállítja ismételten a mérkőzés vezetően a csatát. Módosi doktor pedig újra megvizsgálhatja Mizsely György sérülését. Nem tudom, hogy és tovább lehet-e ezzel bunyózni. Elég csúnyán vérzik neki. Igen, és hát ugye az a sérülés, amiről ma már beszélgetünk, hogy az a típusú sérülés. Vége. Vége a mérkőzésnek. Igen, találkozónak, akkor ezt is lepontozzák. Akkor viszont lepontozzák, igen. Így van. Akkor 6 menetet kell lepontozni a mérkőzés vezetőjének. Nagyon sportszerű jelenet. Mizsely Gyuri először az ellenfélhez megy el kezet fogni, illetve megköszönni ezt a mérkőzést. Hát sajnálhatjuk, hogy ez így ért véget. Mert tényleg egy nagyon... Bocsánat, most egy kicsit azért... Egyrészt olyan kezdett egy nagyon jó bunyó kialakulni, meg hát most itt ki lesz a győztes. Hölgyeim és uraim, nézzük akkor, hogyan látták a pontozó bírók a mérkőzést. Baranyi János 55-58, Florian Biela 56-57, Kovács Bence 54-59. Hölgyeim és uraim, ezzel az új magyar bajnok a kék sorokban, Görbics Gábor! We'll be right back.
nem jön össze, nem poharazok, haigál, és nem tör össze. Ez is egy csoda, mint az össze.